egészségnapot rendeznek a mai napon itt Mezőtúron a Városi Oktatási Centrumban. Milyen program keretében valósult meg ez a rendezvény? Körülbelül egy 10 hónappal ezelőtt pályázott kórházunk egy támapos pályázatra, amelyet szerencsésen megnyertünk. Ennek több mint 100 millió forintos pénzügyi támogatást nyert gyakorlatilag ez az új projekt. Az a lényege, hogy egészségfejlesztési irodát kell létrehozni, ez meg is történt, és a célja pedig az, hogy az egészségnevelés, az egészségesebb életmódra való rászoktatást, tanácsadást segítsük elő intézményesítetten, tehát egy fix helyen, kórházi háttér mellett, és gyakorlatilag ez az, aminek az egyik rendezvénye, most egy kihelyezett rendezvénye. A városban már több helyen megjelentünk, tehát a kórház és a csapata, tehát az EFI, az egészségfejlesztési iroda csapata, iskolákban, sportrendezvényeken, most pedig mi szerveztünk egy ilyen nagy összejövetelt, amely sportot is tartalmaz, egy kis mozgáskultúra bemutató, tehát értem itt a Dalma Dance-től, a judon keresztül, az aerobikig, tehát sokfajta dolgot, illetve reform ételeket is bemutathatnak a résztvevők. Mi a célja tulajdonképpen ennek az egészségnapnak hosszú távon? Hosszú távon mindenképp a lakosság egészségesebb életre való rászoktatása, vagy legalább a figyelmet fölhívni arra, hogy vannak dolgok, amiket lehet, hogy rutinosan csinálunk, de maguk sem gondoljuk át, hogy az évekkel vagy évtizedekkel később az egészségünk romlásához vezet. Ilyen dolgokra próbáljuk rá, vagy felhívni a figyelmet, akár az étrendről legyen szó, akár a rendszeres mozgásról. Számos programmal várják az érdeklődőket a mai napon, a délutáni órákban mire számíthatunk? Délután még lesz a Zaher főorvos úrnak, akit mindnyáján nagyon jól ismerünk, egy drogismerettel, tehát a drogok használatával, és ugye ez egy eléggé szomorú aktualitás mostanában, főleg, hogy megjelentek ezek az új, szinte beazonosíthatatlan design drogok. Erről lesz előadása, ezzel kapcsolatban vetélkedő lesz, illetve hát most is zajlik még, és még el fog húzódni szerintem egy óra, másfél óra a foci meccsek, amelyek itt a város környező falvak és a városok csapatai küzdenek egymással, és hát a Geszti Péter és a Gringo Star zenekarnak a koncertje lesz a végén. A mai egészségnapon Mezőtúron reformételek készítése is zajlik, és Benke László mesterszakács, valamint Rácz Turkevei Lajos mesterszakács és Miskolc Imre főzőmester, valamint főz a bográsban. Mit főznek a mai napon? Hát nagyon sokféle étel készülnek, hogy miért korszerű, meg miért modern, meg miért újszerű. Ahogy az ember korban is változó, ugye, mások az ízlések, mások az ízvilágok és minden egyéb, nem attól válik egy magyaros konyha magyarossá, hogy 400-szor úszik a zsírba, vagy olyan erős, hogy hetekig nem lehet leülni. Ugye, hát ez egy nagyon fontos, sok zöldség legyen benne, sok gyümölcs legyen benne, olyan húsok legyenek benne, ami nem túl zsírosak benne. Tehát ne totyogjon a zsírba, szaftja legyen. A szaftot is el lehet készíteni zöld paprikával, gyümölcsökkel, és minden egyébben harmonikus legyen. És ne a sok olyan szénhidrátos köret kerüljön bele, hogy liszt, nokedli és egyéb, hanem lehet ahhoz egy párolt zöldséget adni, lehet ahhoz tenni egy gyümölcsköretet adni hozzá. Hát például én ezt elmondom a kedves nézőnek, hogy én ha külföldön vagyok és pörköltet készítek, egy marha pörköltet vagy egyebet, ahhoz minimum 4 fajta köretet adok. Legyen egy magyaros, egy tarhonya, ugye? Vagy egy párolt zöldség, vagy egy kapros túró gombóc, egy pörkölt, ezt tetszenek tudni, milyen finom az? És akkor adunk hozzá egy tésztát, egy burgonyát, egy zöldséget,
és akkor már mindjárt az négy íz, és mégsem az a tömény nehézé teszi az étkezésünket. Hiszen az étkezésével az ember önmaga méltóságának adja meg a tiszteletet. Nem véletlenül mondták a görög bölcsek, mondd meg, mit eszel, megmondom, ki vagy. És ezt még túl is turbózták. Az ember eszik, az állatfal, de csak az okos ember tud enni, és egy táplálkozás, ha mindezt egy fehér asztal mellett tesszük, az egy még fenségesebb, még jobb hangulatú, mert a fehér asztal mindig a béke szigete, ahol népek, nemzetek sorsa dől el, de a miénk is. Én ezt üzenem a kedves nézőknek, és azt, hogy a táplálkozásuk, étkezésükkel önmagunk méltóságának adják meg a tiszteletet. A mai napon 1000 fő részére főznek itt az egészségnapon. Mi rotyog a Bográcsban? Hát itt a Bográcsban, hát mi is lehetne itt, mint egy birkapörkölt. Egy birkapörkölt úgy, ahogy a Jóisten megadta minden benne. Szíve, mája, tüdeje, minden csontos része benne van, de ez sem egy tömény zsíros, és csak az eredeti egészséges fűszerezéssel van, nem túl fűszerezve. A mai napon egy főzőverseny is zajlik itt az egészségnapon. Hány csapat nevezett, valamint eddig milyen ételeket sikerült megkóstolni? Hát köszönjük szépen, még jól vagyunk, még nem vagyunk a zsűrizés végén. 28 étel fog a zsűri elé kerülni. Hát ebben van különlegesség is, amit már megkóstoltunk. Egy megyes sárgarépa szelet, fenséges finom volt, fenséges finom. Egy mamika készítette nekünk fenségesen finoman. Ajánlom önöknek is, próbálják ki. És itt a szervezőknek majd azt szeretném kérni, hogy a recepteket elkérni, és egy kis füzetgyanánt kiadni ezeket. Nagyon sok, például sült banán volt, cukini volt együtt, kukoricás, gombás ragu volt a pulykával, egy grill pulykával elkészítve. Nagyon finom leves volt, de ez már egy ilyen emberes leves, mert csülök volt benne, és a csülöknek minden része, nem a csontra gondoltam, hanem a bőrös része, meg a molettebb része is benne volt a csülökbe, a levesbe. Tehát vannak, de nem volt zsíros. Ez már egy nagyon jó jel, nem volt zsíros. Tehát itt nagyon sok minden elő fog kerülni, halat, vadacsmi, jófalat szemszájnak ingere, készítenek ezt is, azt is. Milyen szempontokat vesznek figyelembe az értékelésnél, amikor zsűrizik az ételeket? Hát a zsűri mindig a leggizdább, és a legjobb barát addig még nem hirdet eredményt. Amikor tudják, hogy eredmény hirdet, ki volt a zsűribe, ott futnak a... Na, szóval komolyra fordítva, az első az esztétikum, hogy amikor meglátja az ember, ez olyan, mint a szép hölgyet, meglátni és beleszeretni. Az ételnél is ugyanez van, hogy az ételt, ha meglátom, már beindul a pavlovi, ugye? Vagy meglátom, na jó, a lépés borítékolva. Tehát, hogy esztétikus legyen, szép legyen, a saját kellékével, járulékos anyagával legyen megdíszítve. Úgy legyen odatálalva, hogy mindjárt megint, hogy ja Istenem, még egy kanállal enni kell belőle. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog. Ez nagyon-nagyon fontos, tehát az első blik, utána az íz, utána, hogy ha kiírás szerint van, vagy hagyományőrző, annak megfelelően készítették-e, vagy sem. Tehát ezek mind olyan, és akkor a zsűri parókát cserél, hát mondjuk nálam nehéz lesz, mert már kevés van, úgyhogy megbeszéljük, és akkor úgy hozzuk majd ki a helyezéseket. De én úgy érzem, hogy mindenki, itt tekinthetjük azt, hogy mindenki nyert, mert egy ilyenen részt venni, az felemelő, magasztos, és egy jó cél érdekében történik. A mezőtúri rendőrkapitányság is részt vesz a mai napon a Reform ételek készítése nevezetű főzőversenyen. Milyen menüt állítottak össze a mai napon? Először gondolkodtunk rajta, hogy valami nagyon-nagyon különlegeset hozzunk össze, de rájöttünk, hogy nem kell itt semmi különlegeset. A csirke, szokták mondani, hogy csirke jó, csirke finom, úgyhogy grill csirkét készítettünk, csirke melfilét, és hozzá természetesen különféle zöldségeket grilleztünk. Desszertnek pedig egy kicsit rummal megbolondított mézes banán grillezve, úgy szintén ez volt a menünk. Van egy különleges neve is a csapatuknak.
Hát igen, most hátra kellene fordulnom, hogy puskázzak, hogy valami lebilincselő, grillőrzők, valami hasonló nevet kaptunk. Az az igazság, hogy gondolkodtunk, hogy milyen néven induljunk, nem találtunk egy igazán frappáns nevet, úgyhogy kértük a kórház segítségét, hogy találjanak ki nekünk valamit, tehát ez az ő általuk adományozott nevünk, úgyhogy a keresztanyánk, keresztapánk a kórház innentől kezdve így nevezhetjük. A rendőrség hány fővel vesz mai napon részt ezen a főzőversenyen? Hát ha külön választjuk a főzős csapatot, akkor azt kell mondjam, hogy olyan 8-9 fővel készültünk erre a főzőversenyre, és hát van kettő kolléganőnk, aki nagyon kemény, komoly munkát végez az egészséges életmódhoz kapcsolódóan, bűnmegelőzési, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás megelőzési célzatú különféle propaganda tevékenységgel, és hát nyilván itt a rendezvény biztosításának rendőrszakmai oldalát is próbáljuk rendezni. Az érdeklődőket. Egy bűnmegelőzési sátorral készültünk, mint itt látható, egy drogtáskát hoztunk el, amelyben megmutatható, vagy megmutatjuk azokat az eszközöket, amelyeket használnak különféle kábítószerfogyasztás során. A hátam mögött látható az a bevetési osztály, illetve csoport által használt felszerelés, amit szintén kipróbálhatnak az itt megjelent fiatalok, gyerekek, illetve elhoztuk a szondánkat, amivel az ittasságot mérjük adott esetben, közlekedési ellenőrzések során, valamint különféle kényszerítő eszközeinket is bemutatjuk a látogatóknak. Mi a feladat a rendőrségnek az egészségmegőrzésben? Nyilván az elsődleges feladat a kábítószerrel kapcsolatos bűnmegelőzés. Különféle iskolákban előadásokat, tájékoztatókat tartunk, felhívjuk különféle szerekkel kapcsolatos figyelmet, hogy mire kell odafigyelni, miért ne fogadjanak el idegenektől gyerekek, fiatalok különféle eszközöket, mert nem tudhatják, hogy mi van abban és mit fogyasztanak. We'll be right back.
Itt vagyunk Mezőtúron az egészségnapon, és Novák Péter a mai nap házigazdája. Eddig milyen programokon vehettek részt a kilátogatók? A programokat felsorolni lehetetlen, gyakorlatilag minden volt. A futóversenytől a rajzversenyen át a zumba oktatáson keresztül a judo klub bemutatójáig, és akkor nem beszéltünk még a fantasztikus gasztronómiai lehetőségekről, és akkor az öreg fiúk is itt fociztak, még náluk fiatalabb fiúkkal is. Tehát egy egészen izgalmas délelőttön vagyunk túl, ami szerintem Mezőtúrnak egy ilyen keresztmetszetét is adja, hogy hányféle civil szervezet, egyesület, baráti társaság van, aki szívesen részt vesz egy ilyen, mondjuk nevezzük egészségnapnak ezt a mai rendezvényt, mert hát ugye erről van szó, de nem is a hívószavak számítanak, hanem az, hogy vannak közösségi programok, és ebben az emberek örömmel csatlakoznak. Ez szerintem mindenféleképpen azt mutatja, hogy a mikroközösségeknek, a kisközösségnek van helye a világban. Egy nagyon megható találkozások sokasága ért, de egy nagyon megható volt, amikor egy idősebb úr azt mondta, hogy hát látja, mi így élünk. És nekem könyvben lábad a szemem, mert azt gondoltam, hogy ez a boldogságnak a szinonimája, így ebben a formában. Tehát, hogyha a kérdésünk arra irányul, hogy miért vagyok itt, akkor most már tudom, azért, hogy én is boldog lehessek. A délutáni órákban egy érdekes előadásra számíthatnak, akik kilátogatnak erre a rendezvényre. Szerintem ezt már nagyon sokan várják, valamint egy koncerten is szórakozhatnak majd azok, akik itt lesznek. Több előadás is lesz a délután. Dr. Zahár Gábor toxikológus tart egy drogprevenciós előadást, ami azt gondolom, hogy az utóbbi években most már egyre inkább fontos tényező lett, sajnálatos módon, hogy minél hamarabb elkezdjük a felvilágosítást. Most már nem az a lényeg, hogy valaki fogyasztó vagy nem fogyasztó, hanem most már az a kérdés, hogy mit fogyaszt. Mert sajnos a különböző designer drogoknak és más számunkra ismeretlen összetevő anyagoknak a jelenléte az már egy hétköznapi dolog. El sem tudjuk képzelni, hogy a fiatalok hogy és miként, milyen körülmények között élnek. Találkoznak ezekkel a szerekkel. Nyilvánvalóan annak a mentális tágulásnak, ami az internetnek és az összes infokommunikációs eszköznek köszönhető, ellenőrizhetetlenné váltak bizonyos negatívumok is, miközben ugye a pozitívumok is megvannak az előbb említett médiumoknak. És hát természetesen este annak az embernek lesz a koncertjének köszönhetően én is itt vagyok, Gesztü Péter ajánlott engem a Mezőtúriak figyelmébe, és rajta keresztül csatlakoztam én ehhez a programhoz. A Gringo Star nevű vadonatúj zenekarával lép majd föl, úgyhogy szerintem az is egy klassz program lesz. Miért fontos az egészség megőrzés egy ember életében? Egy ember életében szerintem mindennek a megőrzése nagyon fontos. Most, hogy lassan előttem a 44. születésnapomat, azért azt gondolom, hogy egyszerre a materiális, mentális és még talán a spirituális dolgok is fontosak, hogy úgy egységben legyenek. Az, hogy a test egy templom és mi gyarló benne a lélek, az már egy akkora közhely, hogy bizonyította az igazság tartalmát. Valamilyen oknál fogva elég ellentmondásosan vagyunk összerakva, mert nagyon jó képességekkel létezünk itt a bolygón, mint faj, de közben mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez a jó képesség, a jó testi adottság az évek alatt lerombolódjék, vagy korrodálódjon, ne állja ki az idő próbáját. A délelőtt folyamán Katucs Attila fitness guru tartott egy előadást itt, aminek egy része maga a sport volt, de egy másik részében hosszasan beszélt a saját példájáról, és én azt láttam, hogy nagyon sokan elgondolkodtak azon, hogy valóban a rendelkezésünkre álló jó esetben 70-80 esztendő, az mennyire elég, mire elég, és hogy ez mennyi ideig kell hurcolnia ezt a lelket egy testnek. Szóval ezek olyan egyszerű dolgok, hogy valószínűleg azért nem is foglalkozunk velük, mert nagyon sokáig természetes, hogy nincs bajunk vele, mert jól vagyunk összerakva, mert egy különleges találmány vagyunk, egy különleges lény a világegyetemben, de nem szabad ebbe beletörődni, és én azt hiszem, hogy a Nagy Mihály orvosigazgató úr meg elmondotta megnyitó beszédében, hogy a megelőzés borzasztóan fontos, ez egy kórházi szakember szájából a leghitelesebb mondat, hiszen egy kórház pont a betegségekből él, és hogyha az orvosok kezdik el ennek a fontosságát hangsúlyozni, akkor szerintem mindannyian kinyithatjuk a fülünket elég nagyra. Hey, soha ne félj, hogy oda sodor a szél. Mindenki! Ahol jó! Itt most jó! Hey, ha valami van, de nem az igazi még, ne remélj! Tehát a mai napon itt Mezőtúron az egészség napon 17 órától a Gesztü Péter és zenekara a Gringo Star fog színpadra lépni. Milyen műsorral készültetek a mai napra? Hát esőállóval, remélem, hogy megúszuk az esőt mindannyian. Hát egy olyan műsort fogunk játszani most itt, amit még nem játszhatunk máshol, mert beleraktunk két olyan dalt, ami eddig nem volt a programunkban, úgyhogy nekünk is egy újszerű nap lesz ez a mai. Meg az igazság az, hogy már régen játszottam focipályán, legalábbis zenét. Tehát hogy focizni szoktam focipályán, de zenét régen játszottam. És örülünk, hogy meghívást kaptunk ide, meg örülünk annak, hogy egy ilyen napon kaptuk ezt a meghívást, mert azt gondolom, hogy
hogy az egészség az nem pusztán egy ilyen elvont fogalom, hanem igazából a személyes életünkben a legfontosabb és legegyszerűbb, hogy is mondjam, csak feltétele annak, hogy az ember szabad tudjon maradni. Mert ha egészségesek vagyunk, akkor hatalmunkban áll sok mindent megcsinálni, ha nem, akkor gyakorlatilag veszítünk a szabadságunkból. Nekünk ez egy fontos érték, mi így is próbálunk élni ezt szerint is. Lelkileg minket a zene tesz leginkább egészségessé. Hogyha a zenekar életére gondolunk, jön a nyár, úgyhogy gondolom, hogy egyre több fellépésetek is lesz. Ez így van. Ma például rögtön innen megyünk egy másik helyre Budapesten játszani, és aztán kb. 15 koncertünk lesz a nyár során. Hát mi egy nagy zenekar vagyunk, sok zenész van a színpadon, nem olyan könnyű ezt a zenekart mozgatni. Most új dalokat is írunk, és hát ősz során egy másik zenei projektet is el fogunk ezzel indítani. Erről lehet-e bővebben tudni valamit? Nem, ez még titok, de nem azért, mert nagyon fontoskodni akarok, hanem azért, mert még most alakul, és nem akarom elkiabálni. Annak minden esetre örülünk, hogy inspiráló erőnk az van hozzá elég, mert az itteni nagyon kedves mezőtúri kórháztól kaptunk egy ilyen jó kis páleszes üveget, és ami logónk van rajta, a gringófej, és ráírták az egyik dalszöveg részletet a pálinka szárászból, hogy mosolyog a doki, szép nap ez a mai, lazítanak egyet a szívizmai, ezt azt hiszem én írtam. És végezetül mit üzennél a mezőtúri rajongóknak a televízió képernyőin keresztül? Húha, üzenni? Hát üzenni nem szeretek, csak annyit mondani nekik, hogy legyen szép a nyaruk, és élvezzék, és hogy használjanak fényvédőkrémeket, és hogy egyetlen dolgunk van az életben otthon lenni a világban, és hogy ezt meg kell próbálni akkor is megvalósítani, hogyha nem mindig olyan nevetős az élet, mint szeretnénk. Hát csupán csak ennyi. Mi ma zenélni fogunk, és remélem, hogy hozzá tudunk ezzel járulni a jó kedvhez. Nem hallom! Hey, a valami van!
rosszat!